Jó, feladatlapot már találtam, nem tudtad nyitni akkor? Jó, akkor szépen lapozgassunk el az Excelhez. Ez a bizonyos időjárás a tizedik oldalon kezdődik. Oké? Okay. Jó. No, akkor indítsuk az Excel-t. Most már azért többedik, kicsit hangosabbra váltom, mert lehet, hogy nem hallatszik akkor a felvétel. Tehát többedik feladatot oldjuk már meg, és mindegyiknél azt tapasztalhatod, hogy az eleje az ugyanaz. Tehát be kell olvasni, ugye? Tehát sajnos erre pontot még nem adnak, vagy nagyon keveset csak. Időadat TXT-be van most, azt kell beimportálni. Jó? Tehát file, megnyitás, megkeresed szépen a forrásadatokat, C info érettségi 2008 10. hó időjárás. Ugye miért nem látjuk? Azért, mert minden fájlra állítsuk át. Ja, igen. Jó, tehát nem megijedni a dologtól, ez természetes dolog. Jó, és akkor a leírásban szerepel az, hogy tabulátorral tagolt UTF-8-as kódolása. UTF-8-as a kódolás. A forrást? Vagy a beszélni? Ki kellett volna csomagolni, én nem fogod tudni, illetve nem biztos, hogy mi is adni. Ne. Szerintem nem fogod tudni. Egy már másik feladat. Úgyhogy nem fogod szólni, ebből most kilépek. Azt mondja, ezt köszönjük el, mert becsomagoltam. Ezt lehet, hogy van is semmi, kicsit bevallásod az volt. Tehát akkor a megnyitás vagy kontrolló, ugye illik bizonyos dolgokat, és akkor forrás, időjárás, időadat. Ránézésre ugyanaz jön be, de itt lent más adatok voltak benne. Nem is tudom, mit szedett az ott úgy elő. Jó? Na, tehát akkor az UTF-8-al nincs dolgunk, mert ez UTF-8. Hogy tagolt, azzal sincs gondunk, dolgunk, mert a leírás szerint tagolt. Tabulátorral tagolt. Ezt se kell megváltoztatni. Ugye? Tehát itt sincs további feladatunk. Lépjünk tovább. Befejezés. És akkor behozta az adatokat. Oké? Okay? Azt mondja, hogy majd mentse időjárás néven a táblázat közül alapértelmezett formájában. Ugye, hál' Istennek, ezt nem rontam el senki, mert ugye most időadat a fájlnév és időjárás néven, ha jól emlékszem, egy perces memóriám sincs, de igen, időjárás néven kell elmenteni, tehát mentés másként, de. F12-vel tudod indítani a mentés másként, tehát minden Office alkalmazásban. Az kevés, hogy ezt átírod időjárásra, mert Unicode szövegként menteni, tehát egy textfájlba menteni, és ez az, amit mindig mondtam, hogy minden képlet, minden formázás eltűnne. Tehát ezt szigorúan átállítani Excel munkafüzetre. Mi most ugyanoda mentjük vissza, ahonnan szedtük, de érettségén figyelni a könyvtárra is, hogy hova pakolod a dolgaidat, jó? Jó. Oké? Okay? Akkor mentsük.
Jó, akkor megvagyunk az egyes feladattal. Kettes feladat, szúrjon be az első oszlop elé egy oszlopot. A ragadcím legyen a mérés ideje. Tehát ide, az első oszlop elé még egy oszlop kell. Oszlopot úgy szúrunk be, legegyszerűbben, hogy oszlopot kijelöljük, tehát az A koordinátára kat, ugyanoda jobb kat, beszúrás. Oké? Okay? És a rovatcím, amit szerintem, ide majd a hatodik sorba kell írni, de mindig van egy minta, így van, látod? Tehát a hatodik sorba kell, ide kell írni, hogy mérés ideje, írjuk be, hogy a mérés ideje. A mérés, és itt állj egy pillanatra. Tehát odáig írd be, hogy a mérés. Talán emlékszel rá, mondtam azt, hogy ha azt akarod, hogy a cellát eltördelje, tehát a szöveget eltördelje, már pedig itt azt lehet látni, hogy ott eltördelt a szöveg, akkor Alt-Enter-t nyomjál. Alt-Enter. És akkor töri, ideje, ez bejövő. Jó, és akkor eltördelte. A mintaszöveget, ha megnézed, lehet látni, hogy a többi rovat fej is tördelt. Ha már beírták, mert ezzel az Alt-Enterrel csak begépelés közben tudjuk a tördelést kérni, illetve engedélyezni. Utólag engedélyezni ezzel az ikonnal tudod. Jó, tehát az igazítás csoporton belül, kezdő a menüszallagon, igazítás csoporton belül jobb felső ikon. A rász azt írja ki, hogy sortöréssel több sorba. Jó. És akkor szépen eltördelte. Mindegyik függőlegesen is, vízszintesen is középen van és félkörél. Jó, most jelöljük ki ezt is. Függőlegesen is, vízszintesen is középen és félkörél. Jó, és ahol kell, állítsuk úgy az oszlop szélességet, hogy elférjen. Ja, valahogy így néz ki majd. Ezt most azért csináltuk meg, mert ha már itt időztünk ennél, akkor már megcsináltuk a többit is. Jó? Jó. Na, akkor a táblázatban szereplő időjárási jellemzőket minden egész órában megmérték. Az első mérés 0 órakor történt. Töltsek ki ennek alapján az első oszlopot. Az időpontok számformátuma a mintával megegyező legyen. Most ez azért szemétség, ez a feladat, állandóan csak szidom őket, igaz? Ez azért szemétség, mert soha semmilyen feladatban időt nem kezeltettek. Mindig maximum dátumot kezeltettek. Az időt a legritkább esetben kell egyébként használni az embernek a gyakorlatban az Excel-nél. Legfeljebb olyan, mint ez a feladat, ilyesmi, vagy inkább ilyen sport jellegű feladatok. Mert ott idők előjönnek, ugye, hogy ennyi idő alatt futott, ekkor indult, akkor érkezett be, mennyi idő telt el a kettő között, stb. Annyit az Excel időkezelésével kapcsolatosan, a dátumkezelést azt megbeszéltük szerintem, ugye, hogy 1900. január 1 az felel meg az egyes számnak, és akkor minden nappal egyen nagyobb szám van mögötte. Erről volt szó, ezt beszélgettük. Az időt, azt pedig úgy kezeli, az Excel, hogy az a tört része a számnak.
Tehát az egész része az a dátum, a több része az meg a idő. A 0,5 az 12 órának felel meg. A nulla az 0 órának. Az 1 az meg ugye már a 24 órának felelne meg, de az egyúttal a 0 óra 0 perc. Érted, ugye? Na most ezt úgy lehetne megcsinálni, hogy mindig hozzá kellene adni, ezért 1/24-et, ugye, mert az 1/24 az az 1 óra. Igen. Tehát azt mondanánk, hogy ez egyenlő az előző plusz 1/24. Igaz? Igen. Tehát mondhatom azt, hát megcsináljuk majd kétféleképpen, hogy egyenlő az előző plusz egy per 24. Zárójelet most nem kell használni, ugye, mert a hányadost kell hozzáadni, de az osztás az magasabb rendű művelet, tehát úgyis előbb az osztást végzi el. Oké? Okay? És hogyha kipipálom, akkor ugye ebből egy óra lett. Igen. És ha megfogom az autó kitöltőt, akkor szépen egy-egy órákkal növekszik. Oké? Okay? Okay. És igazítsuk középre. Ugye, mert ha megnézzük a kész formátumot, akkor ez itt középre zárt. Ez így érthető volt? Igen. Jó. A másik lehetőség az meg az lett volna, szerintem, ezt én egy másik munkafüzetbe csinálom meg, jó? Csak figyelj, beírjuk, hogy egy óra. Nem, azt írjuk, hogy nulla. Egy órával kezdtük, vagy nulla órával. Nulla óra, nulla perc, illetve egy óra, nulla perc. És akkor kijelölöm ezt a kettőt, és az autó kitöltőt húzom, akkor is működik, mert hogy ez ugyanaz, mint azt mondjuk, hogy 5, bocsánat, 10, akkor mindig 5 van közte. Igaz? Igen. Itt meg mindig 1/24 van közte. Oké? Okay? Igen. Jó, tehát ez egy számtani sorozat, és akkor ez így működik. Jó? Na, tehát ez a két lehetőség volt, menjünk tovább. Jó. A szélerősség és a légnyomás mért adatainál a mintának megfelelően a kilométer per óra, illetve a hektopaszkál mértékegység jelenjen meg az adatoktól szóközzel elválasztva. Ugye mindig a szóközzel van a probléma, hol kell a szóköznek lenni? Idézőjelen belül. Csak 15-ször mondom körülbelül, de akkor lássuk. Tehát százalék, kilométer per óra, hektopaszkál. Itt a mintában lehet is látni. Azt mondja, hogy itt a szélerősségnél kilométer per óra. Szélerősség, kilométer per óra. Jó, tehát ezt jelöljük ki, ezt az adatkupacot. Jó, indítsuk el a számformátumot, amit ugye itt tehetek meg, mert hogy egyéni számformátumot akarok most megadni. Vagy Ctrl 1-es nyomok, akkor is ugyanoda ér. Jó, tehát a számformátum. Egyéni számformátum kell, tehát azt választom, hogy egyéni. És ugye azt beszéltük meg veled, hogy általában vagy a dupla kereszt, szóköz, dupla kereszt nulla, vagy az alatta lévő kell, annak függvényében, kiinduló állapotnak az kell, annak függvényében, hogy van-e tizedes, vagy nincs. A mintát, ha megnézzük, itt nincs tizedes, ugye? Tehát akkor melyikre kell váltani? Az elsőre. És akkor a formátum kódhoz írjuk be azt, hogy idézője, szóköz, kilométer per óra,
idézőjel bezárat. Oké. Oké? Oké. A másikhoz, a hektopaszkál kell, tehát kijelöljük, Ctrl 1-es, egyéni, ugyanaz, odakap, idézőjel, szóköz, hektopaszkál, igen, tehát hektopaszkál. Ezt hogy elrövidítjük? Kis H, nagy P, kis A. Jó, és akkor még idézve bezárt, és oké, okay, ez is megvan. Jó, és akkor kell még a páratartom százalékba. Jelöljük ki, és ugye a százalékot úgy kapunk, hogy rákattintunk erre a százalékjára. Ja. Tizedes kér? Nem kér. Akkor meg vagyunk ezzel, és mehetünk tovább. Határozza meg a 32. sor megfelelő celláiban, hogy mekkora volt az adott napon az átlag hőmérséklet, szélerőség, légnyomás, páratartalom. Tehát itt van egy átlag, hőmérséklet, szélerőség, légnyomás, páratartalom. Jó. Oké. Ugye ez egy autófüggvény, megbeszéltük azt, hogy az autófüggvényt úgy használjuk, hogy odaállok a eredmény helyre, lenyitom ezt a szummát, és kiválasztom azt a függvényt, amire szükség van, ami most az átlag. Egy probléma van, hogy a hangyák úgy menetelnek, hogy beleveszik ezt az üres cellát is. Ami az átlag értékét most nem befolyásolná, de lehet, hogy majd később beírat ide valamilyen adatot, és akkor abból hülyeség jön neki, úgyhogy azt vegyük ki. Tehát jelöljük ki ezt az argumentumot, jó? Pipáljuk ki. És az autó kitöltőt húzzuk el szépen. Jó lesz ez így? Hát. Ja, mindegy, sehogy nem lesz ennél egyszerűbb. Jó, húzzuk el jobbra. Jó. Ugye annyi lesz, hogy a szélirány átlag fokát is kiszámoltuk, amit ő nem számolta, tehát azt meg töröljük ki. Jó? Mert az egész sorban, hogy elbeírni a számot? Mert... Úgy lehet beírni, hogy ráállsz az autó kitöltőre, és elhúzod jobbra. Köszönöm. Jó, és ezt meg kitöröljük, mert ez neki nem kell, és hát egyszerűbb ezt így megcsinálni, mint oszloponként külön, bár így is van szívás, ugye mert a számformátumok nincsenek meg, ezt úgy tudod a legegyszerűbben, hogy a formátum testővel, formátum másolóval, ezzel az eszközzel majd átmásolod, tehát kijelölöd a kilométer per órát, bármelyiket, katt erre, katt erre. Kiold ezt, katt erre, katt erre. Kiold ezt, hát most a százalékra kattintani, bocsánat, százalékra kattintani egyszerű, úgyhogy az eredményt jelölt köztán százalék. Jó? És akkor most már ezek is a normális számformátumokban vannak. Ez azért volt szivatás a társaság részéről, akik kitalálták ezt a feladatot, már előbb kiszámolhatja az átlagot, és utána formáztatja meg, akkor nem kell kétszer dolgozni. Ugye? Na mindegy. Az átlagértékeket két tizedes jeggyel kell megjeleníteni. Úgyhogy ezt most szépen kijelöljük, és azt mondjuk, hogy a tizedesek számát
Növeljük 2-vel. Jaj, nem jó. Nem jó, mert akkor leveszi a számformátumot róla. Szerintem. Pillanat. És hogyha egyenként megvan. Egyenként meg. Jó, tehát azt kell csinálni. Azt kell csinálni. Itt tartottunk, ugye? Tehát megvan. Ráállsz az elsőre, és a tizedesek számát növeled 2-re. Itt is ráállsz, tizedesek számát növeled 2-re. Ráállsz, tizedesek számát növeled 2-re. Ezzel az ikonnal tudod a tizedesek számát növelni. Ugye mondtam, hogy hát a franc tudja, hogy melyik növeli, melyik csökkent, kérlek? Eltűntek a mértékegységet. Ne egyszerre csináld. Ha egyszerre csinálod, akkor tűnik el. Vond vissza. Engem is megszivatott, és akkor itt van, nincs tímel. Te a szummát használtad. Nem össze kell adni, átlagot kell számolni. Tehát te ezt használtad. Le kellett nyitni, és átlag. Átlag. És akkor így húztuk el jobbra. Így töröltük ezt ki. Így adtuk meg ennek a formátumát ide. Azért meg ide. Hát ezt 100%-ra megcsináltuk. Adtunk 2 tizedest hozzá, és akkor ez is hozzáadunk 2 tizedest. És ha így egyenként csinálod, akkor nem tűnik el a formátum. Oké, jó, tehát akkor itt tartasz te is. Vigyázz arra, hogy melyik függvényt használod, mert jó. Ugyanannyi energiát fektettél be, és mennyi pontot kapsz rá? 0. Hatodik feladatnál tartunk szerintem. Számítsa ki, hogyan változott a nap folyamán óránként a légnyomás. Ehhez a légnyomás változás rovatban egy órától kezdve határozza meg, hogy mennyivel több a légnyomás az egy órával korábbi értékeknél. Tehát ide egy órához azt kell beírni, ide egy órához azt kell beírni, hogy ez mennyivel több, mint ez. Tehát ebből kell kivonni ezt. Az jön oda. Tehát egyenlő. Ez mínusz ez. És kipipálod, és akkor kijött, hogy mínusz egyel több, mert valójában kevesebb. Igen. Ugye? Tehát ugye az, hogy ehhez mennyivel több, mint ez, ez azt jelenti, hogy ehhez mennyit kell hozzáadni, ahhoz, hogy ezt kapja. Ehhez ezt kell hozzáadni, tehát ehhez hozzáadsz mínusz egyet, az tényleg ez lesz, úgyhogy stimmel. Jó? És ugye most nem kellett fix címet használni, mert nem volt olyan adat, hogy mindig ugyanazzal az adattal kell majd később számolni. Mert itt ezzel a kettővel kellett számolni, itt ezzel a kettővel, itt majd. Tehát mindig másik kettővel, oké? Okay? Tehát jó, nincs benne a fix cím, és úgy tudod ezt szépen levinni ide, hogy ráállsz erre, és duplát kattintasz. 26-od is, csak az tovább tart. Jó? Jó, rendben. Oké, okay. Ez is megvan. Kiszámolt adatok formátuma a légnyomás értékeknél beállított legyen. Hát, az lett. Ugye, mert a hektopaszkál jelent meg itt is. Honnét vette? Mert ugye itt nem adtuk meg a formátumot, csak itt. Hát, hogyha itt ez a mértékegység, akkor feltételezi, hogy itt is ugyanaz a mértékegység, jó? És ez jogos, ez a feltételezés.
Oké, menjünk tovább. Hetes feladat. A napszak rovatban az éjjel, illetve a nappal kifejezéseket jelenítse meg hibamentesen másolható függvény segítségével annak megfelelően, hogy az adott mérés éjjel vagy nappal volt. A nappal napkeltétől napnyugtáig tart, a határidőpontokat is beleértve. A napkelte és a napnyugta időpontja a mért adatok előtt található meg. Na, ezt megérteni se egyszerű. Uf. Tehát itt van a napkelt, itt meg a napnyugta. És azt kell nekünk majd megcsinálni, hogy ha ez az idő, ami itt van, e kettő időpont közé esik, a napkelte és napnyugta közé esik, akkor az nappal. Ha nem, akkor meg éjjel. Jó. Oké? Okay? Na most ez azért bonyolult egy kicsikét ez a dolog, mert nem egy feltételt kell megadni, hanem kettőt. Ugye? Tehát egyszer meg kell nézni azt, hogy ez az időpont nagyobb vagy egyenlő-e, mint a napkelte, és kisebb vagy egyenlő-e, mint a napnyugta. Ugye? Mert akkor nappal. És ha ez a feltétel teljesül, akkor írjon ki valamit. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor meg írjon ki mást. Akkor ne azt írjad, hogy nappal, hanem azt, hogy éjjel. Ez így oké, ugye? Na most van egy olyan függvény, aminek a segítségével tudunk egy feltételt vizsgáltatni, és akkor frankon kírja, hogy mi történik akkor, ha az teljesül. De egy feltételt tudunk vele alapból vizsgáltatni. Ez úgy néz ki, ez a függvény, hogy ha, ez a neve, jó? Úgyhogy álljunk ide a napszakhoz, és kattintsunk rá ide erre az FX-re, mert itt tudok indítani függvényt, jó? És akkor most elkezdek én írni, ugye, mert eddig, ami újdonságba jött, azt mindig írtam. Füzetet hoztál? Igen. Jó, oké. Hát ma újdonságként a, nem tudom, a múltkor azt a darabteli függvényt azt leírtuk-e, nem vagyok róla meggyőződve, nem baj. Most akkor ma ezt leírjuk, aztán ha jut rá idő, akkor majd azt is leírjuk esetleg. Tehát a ha függvény. Ez majd úgy néz ki, hogy lesz egy feltételvizsgálat, ezt kell beírni az első argumentumába, lehet, hogy nem így hívja ő, hogy feltételvizsgálat, majd mindjárt kiderül, és lesz egy olyan, hogy mit írjon ki, ha igaz, ezt kell beírni a második argumentumába, és mit, ha nem igaz. Ez lesz a harmadik argumentum. Oké? Okay? Jó. No, akkor lássuk. Meg kellene keresni ezt a ha függvényt. Meg is van. Ez a logikai kategóriában van egyébként. Tehát itt a
logikait, ha megkeresnéd, abból is megtalálnád a ha függvényt. Ott van. Hát én nem így írtam, hogy logikai vizsgálat, hanem azt írtam, hogy, hogy feltételvizsgálat ugyanaz, érték, ha igaz, azt írtam, hogy mit írjon ki, ha igaz, stb. Jó, oké, de ugyanaz, jó? Tehát a logikai vizsgálat. No de. Ugye azt meg tudjuk minden további nélkül vizsgáltatni, hogy mi van akkor, ha ezzel hasonlítjuk össze. A 7 óra 01 percen. Hogy, hogy nagyobb-e ez, vagy egyenlő-e, mint ez. És akkor ami 7 óra 01 perc előtt lesz, az mind éjjel lesz. Igen. Próbáljuk meg. Ez nem lesz jó egyébként. Nem. Tehát még félig oldjuk meg csak a feladatot, de jó, hát ezt hasonlítjuk össze, tehát katterre. Hogy ez, de itt ezt vizsgáljuk, alatta már másikat, az alatt egy harmadikat. Tehát mindig más, nem kell F4-et nyomni, ugye, mert nem fix címről van szó. Igaz? Hogy ez nagyobb-e vagy egyenlő, tehát ezt úgy írod, hogy nagyobb egyenlő. A kacsa csőr így áll. Algier Y. Jön egy egyenlőségje. Shift-es. Nagyobb-e, mint ez a napkelt időpontja, tehát ez a cella. Csak hogy nem csak itt van ez, hanem alatta is ugyanez, meg az alatt is ugyanez lesz, amire hivatkozni kell. Tehát most kell fix címet használni, vagyis mit kell nyomni? F4-et. Igen. Oké? Okay? Tehát megnyomjuk az F4-es billentyűt. Jó, és akkor... Az egyenlőség után... Semmit, rákattintottam erre a... erre. Hogy mert ezzel hasonlítasz. És F4. Igen, és hogyha ez teljesül, akkor ugye nappal van. Ha nem teljesül, akkor meg éjjel. De ezzel nem vagyunk készen, tehát ez nem fog jó eredményt adni. Tudnék, amikor följött a nap, onnél kezdve nappal lesz neki mindig, de amikor lement, akkor is nappal lesz, még mindig. Érted miért? Igen. Ugye, mert a másik dolgot, a napnyugtát, azt nem vizsgáljuk még egyelőre. Oké? Okay? Nem baj, okézzuk le, és ha leküldjük, akkor látjuk, hogy hopp, éjjelből egyszer csak nappal lett, csak a franc bele, nem megy le a nap. Itt mindig nappal van. Onnél kezdve, hogy egyszer följött a nap, itt mindig nappal maradt. Stimmel? Igen. Tehát ez így nem nyert. Mit tudunk csinálni? Következőt... Álljunk vissza a kiinduló képletre erre. Újra kattintsunk rá erre az FX-re. Most úgy hozza be, hogy bent vannak már a paraméterek. A nappal meg az éjjel az jó, ez a dolog, amit itt csináltatok, ez viszont csak félig jó. Tudnék, itt nem egy feltételt kellene, hanem kettőt kellene vizsgálni, mégpedig a két feltételnek egyszerre teljesülnie kellene. Tehát, hogy az időpont az később legyen, mint a napkelte, és előbb legyen, mint a napnyugta. Ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy ezt most itt kitöröljük. A delete-tel. Ez az úgynevezett beágyazott függvény lesz, amikor a függvényen belül van egy másik függvény. Ez azért már nehéz része az Excelnek. Úgy tudsz ilyen beágyazott függvényt csinálni, hogy megcsinálod a külső függvényt, azzal meg vagyunk. És amikor a beágyazott függvényt kellene megadni, tehát itt kellene a és-nek lenni,
akkor beállsz abba a rubrikába, és ezt itt lenyitod, ezt a ha valamit, és kiválasztod az és függvényt. Csak, hogy itt és nincs. Hát nekem nincs. De van egy olyan, hogy további függvények, és ott ki tudod választani az ést. Jó? Te rákattintottál az ésre, ide jutottál, mint én. Én pedig most jutottam így ide, hogy azt mondtam, hogy további függvény, és ott választottam ki az ést. És akkor most kell megadni az egyik feltételt, pont úgy, mint az előbb, meg majd a másikat is. Oké? Ugye, mert itt most már több feltételt tudok megadni. Mi az egyik feltétel? Hát az, hogy ez, tehát az A7, kapta az A7 meg, nagyobb egyenlő, Alger Y Shift 7, nagyobb egyenlő, minél, a napkelténél, a C3-nál, jó, tehát nagyobb egyenlő, C3, de mindig a C3, ugye előbb is le kellett fixálni, most is, mivel? F4-jel. És akkor szépen átmegyünk a másik logikai vizsgálatba, és megadjuk a másik logikai vizsgálatot, ami ugye úgy néz ki, hogy az A7 kisebb egyenlő, tehát Algier hosszú I egyenlő, Shift 7, minél a napnyugtánál, a C4-nél. De mindig annál, tehát F4. És akkor most tulajdonképpen elkészültünk. Na most figyelj, azért megnyomhatom a kézgombot, mert készen vagyok, a külső függvény minden paraméterét megadtam. Korábban. Ha nem adtam volna meg a külső függvény minden paraméterét, akkor úgy tudnék visszamenni a külső függvényhez, hogy most itt vagyok az ésben, és ha te itt rákattintasz a ha függvényre, itt, akkor visszamentél a ha függvényhez. Itt az ésben vagy, tehát az ésre kattint. Ha a ha-ra kattintasz, akkor meg visszamentél a külső függvényhez. Mert ha ezt az előbb nem írtuk volna be, hogy nappal meg éjjel, akkor most ha megnyomtam volna a kézgombot, akkor befejezte volna, és ezt nem tudtuk volna megadni. Érted? Ezért megmutattam, hogy hogy tudsz visszamenni. Oké? Igen. Jó? Úgyhogy most készen vagyunk. Most is azt írta, hogy éjjel, tehát itt még nincs változás, de ha leküldjük, akkor az lesz a változás, hogy egyszer csak, amikor lement a nap, akkor újra éjjel lett. Az előbb ez meg nem volt. Oké? Érted, hogy mi volt az előbb a gond, ugye? Tehát a két vizsgálatból csak az egyiket csináltuk, előre mondtam, hogy rossz lesz, tehát nem elrontottam. Csak a felét csináltuk meg. Azért nem csináltam kapásból meg jól, mert ez azért egy kicsikét összetett dolog volt. De így érted, hogy működött a dolog, ugye? Tehát, hogy egyszer elmagyaráztam az egyszerűbb részt, aztán bonyolítottuk. Ha rögtön így kezdem, akkor nem biztos, hogy érted. Bízom benne, hogy tényleg érted. Jó, menjünk tovább. Jönne az, hogy a geoszlopban mit kell. A geoszlop megfelelő celláiban határozom meg a napi hőingást. Geoszlop. Ide. Jó, tehát a napi hőingást kell meghatározni. Na, nézzük, hogy ezt hogy fogja majd a végén megformáztatni. Igen, úgy fogja majd megformáztatni, hogy ezeket szépen széttördeli. Tehát ezeket engedélyezi, hogy több sorban széttördeli. Ugye, mert átlóg a geoszlopban most a szöveg. Érted, mi a gond? Igen. Jó, tehát ezt az F-oszlopot, ahol ilyen hosszú szövegek vannak, jelöljük ki és engedélyezzük a sortörést. Jó, de ne legyen ennyire hosszú csak.
az első kétszoros, többi háromszoros. Hát ezt így, hogy átlag kötője a hőmérséklet, ezt a büdös életben nekünk ezt nem fogja elválasztani. Mert aki ezt csinálta, az vagy úgy csinálta, hogy átlag, kötőjel altente, és úgy tört el, vagy vördbe, vagy mit tudom, illetve hát lehet, hogyha én ide a kötőjel adbeére, akkor esetleg eltöri, nem biztos, de akkor eltöri. Jó, viszont ugye ezt akkor még itt is meg kell tenni. Jó, tehát így. Igen, és akkor a oszlopot kicsit keskenyebbre, mert így akkor majd ilyen lesz tényleg. Magyarul a szövegbe az átlag után mindegyikhez írjál egy kötőjelet, jó? Mert kötőjelnél vagy szóköznél törteli a szöveget az Excel. Jó, úgy tudsz oda menni, hogy dupla kat. Köszönjük? Okay. Jó, köszönöm. Jó, akkor tiéd is így néz ki nagyjából. Kicsit nagyobb az azt, hogy lássad. Jó, oké. Okay. Na most a hőingás. Ugye itt vannak a hőmérsékletek, itt, a céloszlopban. És ahhoz, hogy megkapjad a hőingást, mit kell csinálni? A legmagasabbból ki kell vonni a legalacsonyabbat, ugye? Igen. Tehát ide el kell kezdeni egy képletet, hogy egyenlő, a legmagasabb, csak hogy a legmagasabbat nem veheted úgy, hogy te megnézed, hogy melyik a legmagasabb, hanem vele kell kikerestetni. A legmagasabb az a legnagyobb érték, a maximális érték, tehát melyik függvényt kell majd használni, a max függvényt, igaz? Jó, úgyhogy itt most indítsuk el a fx-et. Most ez úgy bonyolult, ez a képlet, hogy a képleten belül van a függvény. Mert a függvény állhat önmagában. Önmagában állt az átlag itt alul, hogy kiszámoltad ezeknek az átlagát. Annál kicsit bonyolultabb, amikor egy képletben van a függvény, az most jön, és annál még bonyolultabb, amit az előbb csináltunk, hogy a függvényen belül van a függvény. Oké? Okay? Most tehát nekünk az átlag kellene, ezt itt, nem az átlag, a maximum kellene, ezt lenyitjuk és megkeressük a maximumot, ha nincs itt a maximum, akkor további függvények, max. Itt van a max. Miből kell maximumot számolni? Hát... ezekből a cellákból, ami itt lesz majd. Tehát ezt szépen elkezded lefelé húzni. Tehát ezeket kellett kijelölni. Tehát a C7-től C30-ig. Megvan? Igen. Jó. Kész. Utána folytatjuk a képletet, oda kattintunk a szerkesztő létre, vagy lehetett volna úgy is, hogy eleve oda kattintunk a szerkesztő létre, és ebből ki kell vonni, mit? Tehát jön egy minimum, jön egy minuszjel, minusz. Mit kell belőle kivonni? Hát a minimumot. Úgyhogy válasszuk ki a minimum függvényt, ha itt nincs. További függvénye. Min. Itt van a minimum függvény. Oké.
miből vegye? Hát ezekből, tehát ugyanazokból kijelöl. És most már tényleg készen vagyunk. És kijött, hogy ez 8 fok. Neked is ennyi jött ki? A minimum balszám, hogy ez mit jelent? Ugyanazokat. Ja. Ugyanazokat kellett kijelölni. És kész. És 8 fok? 8 fok. Okay. Jó, formáját nézzük meg, hogy van függőlegesen középre van igazítva, úgyhogy állítsuk most függőlegesen középre, ezzel tűnik, ugye? Hát mindjárt megcsinálhatjuk, hogy ezeket a napkelt, a napnyug tárgyat is középre rakjuk függőlegesen. Így is majd meg kell csinálni. Oké, megvan? Jó, akkor éjjeli átlag hőmérséklet. Ez megint valami jó bonyolít. Jó, és akkor most kellene. Az átlag, de csak akkor, hogyha ezek vannak benne, meg ezek éjjel, és csak ezek, ha a nappalról van szó. Na most tartok tőle, hogy arra nem ad pontot, hogyha te azt mondod, hogy itt van a éjjel, és meg ott lent van az éjjel, kijelölt, hogy ezekből vegy az átlagot is. Ez, erre csak akkor ad pontot, hogyha te ezt úgy számolod, hogy hogy úgy vizsgáltatod az Excel-lel, hogy itt éjjel van-e, és akkor beveszi a hőmérséklet. Ha nem éjjel van, akkor nem veszi be. Érted? Tehát nem mondhatod, mutatom, jó? Tehát nem mondhatod neki azt, hogy a éjjeli átlag hőmérséklet az majd úgy jön ki, figyelj, csak ne csináljad, hogy lenyitod és azt mondod, hogy átlag, és ennek eddig van éjjel? Igen, meg ennek az átlaga. Ez az éjjeli átlag hőmérséklet tényleg, de te ezt nem csinálhatod, mert ezt nem az Excel döntötte el, hogy ez éjjele vagy napfa, hanem te döntötted el. Érted? Úgy kell csinálni, hogy ő döntse, az Excel döntse, hogy az tényleg éjjel. Ezt úgy tudod megcsinálni, hogy, akkor ezt kitörlöm, jó, mert ez nem jó, hogy, jó, tehát ez volt a ha függvény, ez egyszerű, ugye? Igen. Jó, a következő függvény az a adatbázis függvénye. Tehát adatbázis függvénye. Az adatbázis függvények majd akkor kerülnek terítékre, hogyha te átlagot, minimumot, maximumot, összeget akarsz számolni, de nem minden adatnál, csak azoknál az adatoknál, amelyek bizonyos feltételeknek megfelelnek. Oké? Okay? Tehát átlag, minimum, maximum, összeg, darab. Ezeket ismered, ezeket a függvényeket, mert ezek a legegyszerűbb, legmezeibb függvények, ezek vannak benne ott az autószummában. Ugye? De ezek
úgy önmagukba mindent belevesznek, ami az argumentumába kerül. Tehát átlag, minimum, maximum összeg darab értéket számolnak ezek is. De csak a feltételeknek megfelelő sorokból. Ezért első lépésben meg kell adni a feltételeket. Tehát ezért előzetesen meg kell adni a feltételeket. A feltétel megadás szabálya úgy néz ki, hogy amelyik oszlopra feltételt akarsz megadni, annak a nevét oldalra félre másolik. Jó? Tehát az első lépésben, amire feltételt akarunk megadni, annak az oszlopnak a rovat fejét, ő így hívta, ugye? Rovat fejét. Normális helyeken ezt mezőnévnek hívnák, mindegy. Másoljuk fél. Oké? Okay? Na most, melyik oszlopra lesz itt majd feltétel? Hát a napszakra. Igen. Ugye? Tehát erre fog vonatkozni. Az lesz a feltétel, hogy éjjel. Ezért azt, hogy napszak, megfogod és félremásolod. Úgy másolod félre, hogy egy oszlopot üresen kihagysz. Ugye, mert beszéltünk róla, hogy az éles adatok, meg a segédadatok között mindig legyen egy üres oszlop. Kijelölöd, Ctrl-C, ide mész, Ctrl-V, kész, ide másoltam. Oké? Okay? Csak hogy majd fogunk egy másik... mindegy, hagyjuk egyelőre. Igen, és akkor a feltétel az az lesz, hogy a napszak az éjjel, igaz? Igen. Úgyhogy ide alá írjuk be azt, hogy éjjel. Bocsánat, ne hagyjál ki üres sort, mert rossz helyre értem. Ide. Oké, okay. Hát ez a feltétel. Nem kell szegélyeket rajzolni, csak azért rajzolok én szegélyeket, te ne csináljad, hogy lásd, hogy ez a feltétel, ez így egybe. Tehát a napszak éjjel. Az vonatkozik ugyanis a feltételekre. Most egy feltétel lesz, de lehetne több is. Ugye nem csak a napszakra vonatkozhatna a feltétel, hanem vonatkozhatna még egy másik oszlopra is. Ezért, amire feltételt akarunk megadni, annak az oszlopnak a rovatfejét másoljuk félre. Ezt jó lenne átalakítani arra, hogy amire feltételeket akarunk megadni, azoknak az oszlopoknak a rovatfejét másoljuk félre. Oké? Okay? Hát amikre feltételeket... akarunk megadni azoknak. Nem annak, hanem azoknak. Jó, mert több feltétel is lehet.
azoknak az oszlopok. Na, a rovatfejét második félre, így akkor más témán. Jó? Most egy feltétel van, de ha több lenne, akkor több oszlopfejet másolhatunk volna félre. Oké? A feltételeket írjuk a megfelelő rovatfejek alá. Tehát írjuk a megfelelő rovatfejek alá. Úgy, hogy az egy sorba írt feltételek kapcsolata és a külön sorba írta ki vagy. Hál' Istennek azért ennyire nem bonyolították meg a dolgot, mert egy feltétel van csak, nincs két feltétel. De ha már szóba került ez az adatbázis függvény, akkor én azért ezt elmondtam, mert így teljes. Jó? És akkor lássuk a dolgot, ha sikerült leírni. Jó, tehát úgy néz neki a dolog, hogy akkor menjünk ide-vissza, ugye megvan a rovatfej, beírtuk alá a feltételt, ugye ilyen. Mondjuk mit tudom én, hogyha az lenne a feltétel, hogy mennyi az átlag hőmérséklet azoknak az éjszakai óráknak, ahol a légnyomás nagyobb, mint valami, akkor ide még le kellett volna másolni a légnyomást is. Beírni, hogy nagyobb, mint valami, tehát így van a kacsacsör is mögé jön, hogy minél nagyobb. És ennek a két feltételnek egyszerre kell teljesen, akkor egy sorba írtuk. Oké? Jó. Ennyi. Most egyszerű a dolog, mert csak egy feltétel van. Na, akkor menjünk ide, ahova az éjjeli átlag hőmérsékletet kéri, tehát ide, egy beállunk. Elindítjuk az FX-et, és kiválasztjuk a adatbázis kategóriát, jó? Adatbázis kategóriát. Itt ugyanolyan függvényeket találsz, mint a statisztikában, tehát minimum, maximum, átlag, darab, stb. Csak mindegyik előtt ott van az, hogy AB, hogy adatbázis minimum. AB, stb. Jó? Oké. Okay. Nekünk ugye az AB átlag kell majd. Úgyhogy megkeressük ezt a AB átlagot, nem kell keresni, mert azon állunk. Oké. Okay. Adatbázis. Azt mondja, egy lista, vagy adatoszlop, mi? Adatbázis oszlopban lévő azon értékek átlagát szerint. Adatbázis a listát, vagy adatbázis alkotó cellatartomány. Tehát nekünk most úgy kell kijelölni itt az adatokat, hogy benne legyen az, amiből számolni akarjuk az átlagot, és benne legyen még az az oszlop is, amire a feltétel vonatkozik. Tehát a hőmérséklet benne kell, hogy legyen már, a napszak meg benne kell, hogy legyen még. Tehát ezt a tartományt kell itt kijelölni. Oké? A fejléccel együtt, a rovatfejjel együtt. Jó, tehát most ezt kellene így kijelölni szépen. Így. Ha kijelölted, akkor a C6I30 jelenik meg majd. Oké? Mező. Jó, mező. Most meg kell adni azt, hogy a kijelölt sok oszlop közül melyiknek akarod az átlagát számolni. Mert te számolhatnád a szélerősség átlagát is, nem csak a hőmérséklet átlagát. És úgy adod meg, hogy melyiknek az átlaga kell, hogy rákattintasz arra az oszlop fejre. Tehát ugye nekünk melyik kell? Hát a hőmérséklet, tehát erre rákattintok.
Oké? Igen. És akkor jön a kritérium. A kritérium meg az lesz, amit itt ide félremásoltam. Tehát, hogy a napszak az éjjel. Tehát ezt kell kijelölni. Ha több bonyolultabb lenne ennél, tehát mondjuk, ugye mondtam, hogyha az is benne lenne, hogy a légnyomás meg ennyi, és akkor bevennéd még azt is. Oké? A fejléc meg a feltétel együtt, az egész. Oké? Tehát most ezt kell kijelölni, így ezt. És akkor ő már mutatja is, hogy ez mínusz 1,8666. Itt mutatja. Jó, megnyomjuk a készet, akkor kijött, hogy mennyi ez az érték. Oké? Mit kér? Hány tizedessel? Két tizedes jeggyel. Jó, úgyhogy itt a tizedes számát állítsuk vissza kettőre. És rakjuk szépen függőlegesen középre, ugye, mert biztos, hogy úgy kéri majd a végén. Jó, és akkor jönne még a nappali átlag hőmérséklet is, amit ugyanúgy csinálunk meg, mint ahogy a éjszakait csináltuk meg, csak másik feltételt fogunk majd ide megadni. Ugye, tehát a napszak az nem éjjel lesz, hanem nappal. Úgyhogy ezt, hogy kritérium tartomány, ezt most hát hagyjunk ki megint egy üres oszlopot, ide írjuk be azt, hogy napszak. Pontosabban én megmondom őszintén, én ezt az egészet így átmásolnám. Jó, és ezt a éjjelt meg áttörom nappalra. És akkor készen vagyok a másik kritérium tartománya, tehát ez majd a másiknak lesz a feltételtartomány. Az, hogy véletlenül itt az elén kimaradt két sor, az azért van, mert lejjebb mentem, és nem láttam a tetejét. Mindegy, hogy hol van. Jó, tehát annak nincs, az figyelmetlenség volt csak a részemről, de tök mindegy, hogy hol van. Oké? Jó, és akkor álljunk neki, ugye ezt ide kell kiszámolni, ide megyek, ebbe a cellába, elindítom az FX-et, mit kell kiválasztani, adatbázisból az albi átlagot, az adatbázis az ugyanaz lesz, mint az előbb, ugye, tehát tök ugyanaz lesz az adatbázis, teljesen. Tehát az C6 I30, persze kijelöléssel csináljuk, nem gépeléssel. A mező az is ugyanaz lesz, ugye, mert most is a hőmérsékletet fogjuk számolni. Annak az átlagát fogjuk számolni. A kritérium lesz más, mi lesz? Hát most nem a éjjel, hanem a nappal. És készen vagyunk, és kijött, hogy ugye ez nem is sokkal, de azért valamivel magasabb. Ugye, mert ez nem mínusz 1,87, hanem ez plusz 1,78. Rakjuk ezt is függőlegesen középre. Oké? Okay? Igen. Jó? Jó dolgoztunk, ugye, mert mintát megnézzük, azok vannak benne. Jó? Na, akkor ideig eljutottunk, 8-as feladatig, jönne a 9-es. Egy diagramot kér most már csak. Hőmérséklet alakulását mutatja óránként. Nem mutat rá példát. Ugye a hőmérséklet alakulását mutatja óránként, én ezt nem feltétlenül oszlop diagramban ábrázolnám, ezt egy vonal diagramban, grafikonban jobb lenne ábrázolni. Jó? Tehát a hőmérséklet alakulás, tehát ez kellene, kijelöljük ezeket, hogy ezeket akarjuk ábrázolni. Így csináljuk a diagramot, ugye? Elmegyünk a beszúráshoz, és vonal diagramot kérünk. Ha ezt választjuk,
akkor a hőmérséklet pontok, az óra pontok jobban látszódnak majd, úgyhogy válasszuk ezt. Jó? Kapt. Meg is rajzolta kapásból a diagramot. Ugye? Csak hát ezzel mindenféle problémáink vannak majd. Nagyon beveszem, hogy lássuk. És merő véletlenségből úgy néz ki a dolog, mintha itt a tengerfelirat jó lenne. De ez csak merő véletlenség, mert ugye 1-től 24-ig, illetve 0-tól 23-ig van ez is, és úgy néz ki, mintha jó lenne. De igazándiból nem jó. Nézzük, hogy mit kér. A diagram címe Celsius fokban mért hőmérséklet legyen. A diagram címet azt úgy tudod megadni, hogy elmész ide az elrendezéshez, és itt van egy ilyen, hogy diagram cím, és a nincs helyre valamelyiket választod. Hát, mint a diagram felett. És beírod ennek a helyére, a diagram címnek a helyére azt, amit ő kér, hogy a Celsius fokban mért hőmérséklet. Tehát ezt beírod, hogy a Celsius fokban mért hőmérséklet. Persze ezt kötőjellel írják, és nagy C-vel. Akkor a diagram címünk az más lényeg. Jó, és akkor mit kérni? Az érték tengelyen a beosztás mínusz 6 és plusz 6 fok között legyen. Hát az érték tengelyen az ez. A beosztás mínusz 6 és plusz 6 között legyen. Most ezt ha megnézzük, ez mínusz 5 és plusz 5. És ő neki meg 6. kell. Ezt úgy tudod megcsinálni, ha meg tudod. Hogy az elsődleges, tehát itt a tengelyeket lenyitod, és az elsődleges függőleges tengelynél azt válaszoltod, hogy elsődleges függőleges tengely további beállításai. Tehát az elrendezés külön, a tengelyeket lenyitottad, elsődleges, függőleges tengely, és azon belül legalsó a további beállítások. És akkor a minimum rögzített legyen, de nem mínusz 5, hanem mínusz 6. A maximum nem automatikus legyen, hanem rögzített és plusz 6. Jó, és hogyha bezárod, akkor ha van igazság, akkor most már mínusz 6-tól plusz 6-ig van. Nem tudok egyenesre. Az a baj, nem tudok egyenesre. Rögzített. És most. Jó, tehát mínusz 6, plusz 6. Ne legyen jelmagyarázat, tehát a C. Ne legyen jelmagyarázat. Ez itt, hogy jelmagyarázat, az nem kell. Azt mondja, hogy tervezés, na, elrendezés, jelmagyarázat itt van. Jó, tehát ezt lenyitott, hogy jelmagyarázat, és nincs. És akkor eltűnt ez itt jobb oldalon. Akkor az is megvan. A vízszintes tengely feliratai, az időpontok a diagram alatt helyezkedjenek.
Na most ezzel két gáz van. Az egyik, az úgy néz ki, mintha ez jó lenne, de ez nem jó, mert ezek nem jó feliratok. Úgyhogy menjünk vissza a tervezéshez, ide, tervezést. Jó? Adatok kijelölése. Jó? Én a nagyítást egy kicsit visszaállítom, hogy lássuk az egészet. Jó? Tehát adatok kijelölése, és ezt a viszintes tengely feliratát, ahol az van, hogy 1, 2, 3, 4, ott nyomjuk meg a szerkesztést, és jelöljük ki azt, hogy itt az óráknak kéne megjelenni ember. Hogy nullától, stb. És oké. És még egy oké. És hogyha most megnézed, ugye a diagramodat most már jó. Most már oké. Tehát ez nem ugyanaz, ez merő véletlen volt, hogy úgy nézett ki, mintha jó lett volna. De ez nem volt jó. Csak hogy ugye az a probléma ezzel, hogy ez nem jó helyen van. Tehát menjünk ide az elrendezéshez, nyissuk le a tengelyeket, tehát ide átmentünk, hogy elrendezés. Igen. Nyissuk le a tengelyeket, és most a vízszintes tengelynél, az elsődleges vízszintes tengely további beállításait kell választani, és most meg kéne keresni, hogy hogy a francba lehet ezt oda alulra rakni. Fogalmam nincs, de próbáljuk. Azt mondja, tengely feliratok, tengely mellett, alul. Bezárás, és akkor most alul jelent meg. Hát ez baromi fontos, hogy ezt az ember így át tudja rakni. Tehát elmebeteg, aki ezt kitalálja. Nem? Tehát olyan dolgokat néznek, a büdös életben erre nem lesz szükségem. Én sem tudom, hogy hol van, csak hát fejből kapásból nem csak tudom, hogy hol kell keresni. Jó? Összejött? Igen. Jó, és akkor mi van még? A diagramot, valamint a tengerfeliratok méretét úgy válassza meg, hogy az időpontok vízszintesen legyen legyenek olvashatók. Tehát ez még nem olvasható vízszintesen. Megmondom őszintén, én mindig mindenkinek azt tanítom, mert az életben ez majd úgy lesz jó, hogy a diagramot lehetőleg ne itt csináljad a adatok mellett, hanem rakd át egy külön lapra, amit úgy tudsz megtenni, hogy elmész ide a tervezés, diagram áthelyezése, új munkalap, oké, és akkor ez ott olvasható. Nem kell méretezgetni, mert itt tudja, hogy jó lesz. Nekem a cím egy picit felnyelem meg. Ki nem szarja le, pándom. Jó, és akkor még egy dolgot nem csináltunk meg, ő még azt is kérte, hogy a függőleges vezetőrácsok is legyenek benne, azt nem csináltuk meg. Jó, tehát kellene függőleges, azt szerintem elrendezés. Rácsvonalak, igen, itt van. Rácsvonalak. Elsődleges vízszintes rácsok, azok vannak. Elsődleges függőleges rácsok. Most nincs. Ugye? Igen. És akkor mondjuk azt, hogy fő vezető rácsok. Hopp, és akkor már le lehet olvasni. Könnyebb leolvasás érdekli. Igen. Most már mindent megcsináltunk. Kedves úrnak, minden kívánság műsorát teljesítettük. Már csak meg kéne formázni, annak egy részét is megcsináltuk már. Jó? Menjünk vissza ide a időadatokhoz. Ugye mi nincs meg? Ez a 2007. február 5. kékestető, ez nem félkövér. Ugye? Mert ez itt tudja, hogy félkövér, de nekünk még nem az. Úgyhogy állítsuk át félkövérre. Oké? Okay. Napkelte, napnyugta, szintén félkövér. Szintén félkövér ez itt. Ez a napi hőmérséklet, ingadozás, stb.
meg a fejléc is féltövér, de azt már megcsináltuk. Az igazításokat megcsináltuk, a napkelte napnyugta, bocs, amit félkövér állítottunk most, az előbb az még dőlt is, igaz? Ha jól megnézzük a mintában. Igen. Jó, úgyhogy azt még döntsük is meg, jó? Megdöntöttem őket. Jó, és akkor még mi kell? A rácsvonalak. Jó? Meg a szürkítések. Jelöljük ki ezt a kupacot. Kontrolla. Tehát beleálltam is kontrolla. Mindenhol rács. Ugye lenyitod minden szegély, de ez volt ott, én azért azt, mert itt már használtam azt. Ideálok, pont, Ctrl-A, kijelöljem, rács ide is, beleállok ide, Ctrl-A, rács oda is. Jó, akkor most már rácsok fönt vannak mindenhol. Itt most én nem láttam olyat, hogy itt vékony rácsok, meg vastag rács, ez mindenhol ugyanolyan. Már csak a szürkítés kell, ugye szürke az összes olyan szöveg, ami ilyen magyarázó felirat. Hagyjuk meg a cella kitöltő színét. Hát én szürkét soha nem javaslok, válaszunk valamiért, jó? Aztán ugyanazt ide is. Meg ide is. Az, hogy ugyanazt ismételje meg, ezt tanítottam neked, az a Ctrl-Y, ugye? Tehát az elsőt még kiválasztod, másikat már csak kijelölöd és Ctrl-Y. Ugye egy kézzel, nagyon helyes már megy. Jó, és akkor most elkészültünk a feladattal. Adjál meg az időnk is letelt. Követhető volt? Igen. Jó, mentsük el, nem elfelejteni. Ctrl-S, ugye, egy kézzel, nagyon helyes, megy már, jó van. Jó? Megint csak azt mondom, hogy ne kezdjünk bele másba, hogy jó, mert mennyit késtél, 5-10 percet? 10. Jó, tehát akkor inkább 10 percet fizessék, kevesebbet. Jó, na, lelőtt ma a felvételt.